És a Kossuth térnél lévő szélsőséges csöcsöknek. A Hír Televízió egy magyar hírtelevízió, de az előbb mondta, hogy nem vág bele egy hölgynek a szavába. Tehát ez egy párbeszéd, és kérdés, kérdezett tőlem, és én nagyon szívesen válaszolok, de azért egy kérdést tettem. Tehát egy Gyurcsány Ferenc képviselő, hogy illőtisztelettel föltenyé. Illőtisztelettel, hagyd tegyem föl újra azt a kérdést. Engedje meg. Erre a kérdésre kell most már képviselő választ kapni. És az ön helyében, tévészékház felgyújtását. Ugye ezt maga se gondolja ezt abszolút komolyan gondoltam. Megint perbe akar menni, képviselő, tényleg. Megint perbe akar menni. Hát miért állít olyat? Miért állít olyat, amiről ön is pontosan tudja, hogy nem igaz. Beszéljen már Orbán Viktorral, beszéljen az összes többi fideszes kormánytaggal arról, hogy tehát föl, miért gyújtották föl. A szocialisták, miért eljutották hozzá. Azt hiszem, hogy mégiscsak eljutott önökhöz. Képviselő, ezt a vitát még fogják folytatni, hogy nem, egy utolsó mondat van. Szerintem ez a legfontosabb kérdés. A DK-s politikusok nem ülnek ott. Önnek azt javaslom, képviselő úr, hogy Orbán Viktorral beszéljen arról, hogy miért nyújtotta föl fel Budapestet. Után folytatni fogjuk a szabad szemben. Úgyhogy az ország az jóval előrébb tartana. Nem, nem, nem.